Nos, már tudjuk, hogy a napot a magfúzió táplálja. Ez az egyetlen általunk ismert üzemanyag, amely elég hosszú ideig égetheti a napot, mely a földi élet forrása. Több milliárd éve. Napfény. Annyira fontos az életünkben, hogy természetesnek vesszük. De az, ahogy a fény idáig eljut, hihetetlen történet. Az energia, mely a fúzió által keletkezett foton nevű fény és hőrészecskék által kerül ki a magból. Ezek juttatják el Földünkre a melegítő napsugarakat. Hogy elérjék a Földet, legközelebbi csillagunk fénylő vándorai előbb hosszú, göröngyös utat kell megtegyenek a nap rétegein keresztül. A foton először belép a 298 ezer kilométer vastag radioaktív zónába. Ez a hely olyan sűrű, hogy a foton egyfolytában nekiütközik más részecskéknek, mint a hidrogén és a hélium atomok. Zűrzavaros cikázó lépésekben küzdi át magát, melyet a tudósok bolyongásnak neveznek. A foton mindig újra és újra reakcióba lép a részecskékkel. Az atomok beszívják, majd kilökik, és ez több milliószor is előfordul, ha vele. Nagyon-nagyon sokszor. Egyetlen foton 10 millió év után szabadul ki ebből a naprendszeri tisztító tűzből. Ahogy a sűrűség csökken, ahogy fennebb jut a napban, egyre könnyebb dolga lesz, és a reakciók és ütközések száma is csökken. Mikor végül 2000 kilométerre lesz a felszíntől, a foton belép a konvektív zónába, és hirtelen gyorsabban kezd haladni. Egy forrásszerű folyamat feljebb repíti, és hatalmas gázoszlopokkal utazik több száz kilométer per órás sebességgel, így 10 nap alatt el is éri a nap felszínét. Az utazás csak nem véget ér, ahogy a foton felemelkedik a napatmoszféra könnyű gázain keresztül. Onnan már csak 8 percébe kerül, hogy átvágjon a 149,5 millió kilométernyi űrön Földünkig. Hihetetlen, de mire a napfény eléri a Földet, már több ezer vagy millió évig létezett. A nap számára 1 millió év kevés idő. A naplemente egyszerű, tökéletes formája meghazudtolja a nap hosszú, erőszakos múltját. Ez a tűzgolyó több milliárd éve született egy szupernovának nevezett nagy erejű robbanáskor. Ezután